Ez a mérkőzés, ebben minden volt. Ebben minden volt, és tényleg, ahogy mondod, az érzelmekkel dolgoztak folyamatosan, de azt hiszem, a legfontosabb az, hogy a csapat végig hit magában, még azután is, amikor már azt gondoltuk, hogy lehetetlen, de akkor is volt egy olyan valaki a csapatban, aki tudott gólt szerezni, és nyilván ez az egész csapatnak, az egész keretnek az elismerése. Vissza tudtunk jönni ebben a nehéz helyzetben, és a minimális célunkat, a bennmaradást teljesítettük. Rendkívül nehéz így most visszaidézni, tényleg én is a mélyponton voltam, mert nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést. Majd abból a szituációból sikerült felállnunk, és megfordítani a találkozót. Majd nyilván, amiről kérdezel az utolsó percben, amikor megkaptuk megint a vezető, Siófok vezető gólt 11-esből, akkor megint úgy érezte az ember, hogy itt aztán minden elveszett. De még egyszer hangsúlyozom, a legeslegfontosabb az, hogy a csapat végigbízott magában. Kísértetiesen hasonló a eredményünk és a meccsünk az Alkaihoz, a két évvel ezelőttihez. Hát, bíztam magamban, Totóék is bíztak bennem, igazából egy zaklatott fél év van mind az összes játékos és a szakmai stáb mögött. De azt gondolom, hogy az egész csapat is nagyon küzdött. És azért az összes 11-es, mind a két 11-es is elég vitatható volt. De azt gondolom, hogy nagyon mélyről jöttünk vissza ebbe a tavaszi szezonból. Télen nem is úgy nézett ki, hogy mi a kiesés ellen fogunk harcolni. Sokkal inkább a középmezőnybe kellett volna végeznünk, de sokszor a sivák következte ez. Valahogy így alakult, de igazából ezzel már nem foglalkozunk. Az a lényeg, hogy a minimális célunkat elértük, a bennmaradást. Most pihi, aztán bízom benne, hogy nyártól megújult erővel tudunk. Azt gondolom, hogy a Csákvár nevehez méltó idényt produkálni a következő szezonban. Nagyon örülök a X-nek, igazából megnyerhettük volna a mérkőzést, így alakult, lényeg, hogy bennmaradtunk. Amit első percben kaptunk volt, az, hát az nem jókor jött, mikor jönnek jókor a gólok. Ott kicsit megzontunk, de ebből látszik, hogy milyen is a csapatunk, hogy összekaptuk magunkat, és azért mégiscsak idegenben tudtunk rúgni 3 gólt. Nagyon örülök, igazából én rúgtam azt a sorsdöntő gólt, amivel bent tudtunk maradni. Igazából nincsenek szavak, egyszerűen hihetetlen. Ezt nem tudok szóhoz jutni, bocs.